Nagy szeretettel köszöntelek akkor ismét benneteket itt a Isten tiszteleti alkalmunkon, és most egy olyan témát gondoltam, hogy együtt átgondolnánk, együtt amennyire lehet meg is beszélnénk, számítok a gondolataitokra, ami úgy gondolom, hogy nagyon lényeges, és talán az egyik legnagyobb felelősségünkre mutat rá. Ez pedig a beszéddel kapcsolatos kérdések. Tehát ez, szeretném, hogyha ezt gondolnánk át, tehát a beszéd hatalma, a beszéd ereje. És ezügyben akkor elsőként azt szeretném, hogyha egy kicsit Isten szavának erejére gondolkodnánk. És talán három igét gondoltam erről, hiszen sokkal több is van persze, de talán ez a három igé, ez eléggé vághúzza, hogy mennyire lényeges kérdésről van szó. Az első így hangzik, hogy a 33. Zsoltárnak ismert igéje, 9. vers, mert ő szólt és meglett, parancsolt és előállott. Hiszen látjuk, ugye ebben az igében is jól látszik, hogy Isten a hatalmas szavával teremt. Tehát ilyen erőre élik az Isten szavában, hogy teremtő hatalom mutatkozik meg, amikor Isten szól. Másik ige szinte jól ismert, ugye Krisztusról van szó, akivel ezt írja, hogy a zsidó levél, első fejezet, 3. vers. Aki az ő dicsőségének visszatükröződése, az ő valóságának képmása, aki hatalmas szavával fenntartja mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván ült a felségesek jobbjára magasságon. Ebből most tényleg ezt húznám alá, hiszen a gondolat maga nagyon mély és nagyon tartalmas, de ezt a középső részt húznám alá, hogy itt az ige erre is rámutat, hogy Krisztus az isteni személy hatalmas szavával fenntartja mindenséget. Tehát a Isten szavának fenntartó ereje is van. És végül a zsidó levélből egy másik ige, 4. fejezet, 12. vers, szinte jól ismert, és ha nem is feltétlenül magozzuk fel, talán nem is muszáj, hiszen tényleg egy ismert ige, így hangzik, zsidó 4.12, mert az Istennek beszéde élő és ható. Ugye talán tudjuk is folytatni, ugye élesebb minden kétélű fegyvernél, elhat a szívnek és a léleknek, ízeknek és a velőknek megosztásáig. Megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Látjuk, hogy mennyiféle hatalom, mennyiféle előrejtőzik ugye a Jóisten szavában, de én most igazából arról szeretnék a továbbiakban gondolkodni, hogy a mi szavainknak, hogy milyen ereje és milyen befolyása van. Hiszen előjáró talán nem tudás azt állítani, hogy a legnagyobb kapcsolatban így kerülünk a környezetünkkel, a szavaink által. Tehát egymással talán ez a legnagyobb és leghatásosabb érintkezési felület, amikor beszélünk egymással, szóba állunk, és egymással igyekszünk a mindennapi ügyeket rendezni, intézni, és egyáltalán kapcsolatba lépni. Hogyha én azt kérdezném, hogy milyen igen üteszünk be esetleg, ami a mi beszédünkről szól, akkor mit tudunk mondani? Hát nyilván nem azért, hogy vizsgáztassam bárkit, csak hát olyan is eszetekbe jut, ami nekem nem, hiszen nagyon sok ige szól a beszédről a Bibliában, tehát nagyon sokszor érinti az ige ezt a kérdést, nem véletlenül. Mi az, ami elsőnek eszünkbe jut, amikor? Tessék! Jakab levele. Igen. Aki az ő beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Nagyon jó, ezt érinteni is fogjuk. De ugye egy egész fejezet szól erről, tehát az egész 3. fejezet a beszéd kérdésről szól, nem véletlenül. Igen, esetleg még valami? Van-e olyan, ami? Tessék! Nekem egy konfécia, amit először eszem. Igen? Ézsaiás könyvéből, mi Jézus Krisztusra vonatkozott, hogy tudta, hogyan erősítse a megfáradtabb beszéddel. Nagyon fontos, tehát megfáradtabb beszéddel, nagyon jó. És nagyon köszönöm ezt az igét, hiszen itt ugye a nyelvnek a pozitív szerepéről, a beszédnek a pozitív szerepéről esik szó, és hát leszögezhetjük, hogy nem csak Jézus kiváltsága ez, hogy erősítse a megfáradtabb beszéddel, hanem mindannyiunk is lehet ez. Nagyon köszönöm ezeket, és tudnánk még ugye ezeket sorolni, de én arra gondoltam, hogy akkor talán először vegyünk egy nagyon komoly és felelősségünket is kijelölő igét, ez pedig legyen a példabeszédekből a 18. fejezet, 21. vers. Hogy szól ez, mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. Így kezdődik. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. Példabeszédek 18. fejezet, 21. vers. És amiképpen ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ha csak erről az egyikéről gondolkodnánk, erős lehetne azért nem keveset, hiszen maga a kezdés,
hogy itt nem csak arról van szó, hogy mi mondunk valamit, hogy azt szokták mondani, hogy a szó elszáll, az írás marad. Hát ez nem igaz. Egyáltalán nem száll el a szó. Van olyan esetleg az életetekben, vannak olyan mondatok, amik lehet, hogy évtizedekkel ezelőtt hangzottak el, és bennetek vannak, még vannak ilyen mondatok? Vannak ilyen mondatok, igaz? Lehet, hogy ti 20 éve hallottam. Én is volt olyan, 20 éve hallottam valakitől egy-egy mondatot, jót vagy rosszat, és még mindig bennem van. Tehát a szó bizony nem száll el. Egyáltalán nem. Tehát, és ennél még súlyosabb a gondolat itt, amit olvashatunk, élet és halál a nyelv hatalmába. Szavakkal lehet életet adni, és életet elvenni is. Tehát ez azt hiszem kísérli tehát a témák fontosságát, és nagyon érdekes a folytatás. Amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Tehát milyen érdekes az, hogy itt nem csak arról van szó, hogy én mondok nektek valamit, vagy valakinek mondok valamit, és az az ill, akinek én mondtam, az arra valamilyen hatást gyakorol lesz, hanem micsoda ez, hogy aki kiki szeret azzal élni, miképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Amit én mondok, az az én életemre is súlyos hatással van. Tehát aki, ugye Krisztus is megfogalmazta, hogy nem az fertőzteti meg az embert, amit bemegy a száján, tehát megeszik alapvetően, hanem amit kimond. Tehát a kimondott szavak nagyon súlyos hatással vannak arra is, aki mondja. Tehát ez egy nagyon komoly kérdés, mert csak talán ez az ige is kijelöli. Jakab leveléből, nagyon köszönöm a gondolatot, hogy Jakab leveléből bizony nagyon komolyan esik szó a beszédről. Szeretnék most, ha nem is a harmadik fejezetből, kicsit előrébről idézni egy másik gondolatot, ami szintén a beszéddel kapcsolatos. Ez pedig így hangzik. Jakab levelének első fejezet 26. vers. Így szól az ige. Ha valaki Isten tisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt, megcsalja a maga szívét, annak az Isten tisztelete hiába való. Azt hiszem, hogy ez a gondolat is leszögezhetjük, hogy ez is egy nagyon súlyos kérdésre mutat rá. Lehet, hogy valaki Isten tisztelőnek látszik, vége, hogy vallásos cselekedet, gyülekezetbe jár. És úgy tűnik tényleg, hogy a Jóisten követője, de hogyha valaki emellett nem zabolázza meg a maga nyelvét. Tehát ugye nagyon kifejező képekkel utal Jakab levele itt is, meg később is, ugye a harmadik fejezetben arra, hogy a nyelv az bizony egy olyan, úgy írja ugye Jakab levele, hogy kis tag ugyan, de meg kell zabolázni, mert nagyon súlyos következményei lehetnek annak, hogyha valaki nem fékezi a nyelvét, nem gondolja meg, hogy mit beszél. És ugye, hogyha visszatekintünk a történelmet, a legnagyobb hatást ugye hogy gyakorolták emberek egymásra? Hát a beszéd által. Nagyon érdekes, hogy a 20. századi történelem, a 21. századi meg különösen ebben a szempontból, hogy fejlődtek a kommunikációs módszerek és a kommunikációs, tömegkommunikációs lehetőség főleg, egy elszánt ember, aki valamilyen módon még beszélni is tud, hát egyrészt nagyon sok jót is tehet, ugye szokták idézni Martin Luther Kingnek a híres beszédet, ugye ismerjük, az a címe, hogy úgy kezdődik, hogy van egy álmom. És ugye ez nagyon komolyan hatást gyakorolt az amerikai társadalomra annak idején, és a társadalmi egyenlőséghez vezető harcban ez egy nagyon fontos lépés volt. Ő arról beszélt ott, hogy mennyire lényeges az, hogy bőrszín és semmilyen egyéb külső jegy, vagy egyáltalán származás alapján senkit ne lehessen megkülönböztetni. De mondhatjuk a rossz példát is, vagy ugye Luther beszéde. Ugye Luther Márton, akiről ugye az előbb említett színesbőrű polgárügyi aktivista is kapta a nevét. Tehát ugye Luther Mártonnak az annak idején elmondott beszéde az 1500-as években, az is micsoda hatást gyakorolt. Egy-egy Jóistentől vezetett ember beszéde tényleg nagyon komoly hatalommal bír, de ugye ennek az ellenkezője is igaz. Hiszen a diktátorok, akik országokat, vagy az egész világot lángba borították, a beszédük által tudták ezt megtenni. Ugye döbbenetes hallgatni Hitler beszédeit, egy alacsony kis kövérkés ember kell, de amikor fölállt beszélni, ott tényleg annak volt ereje, és hát sajnos démoni erő, ugye az, ami ott megmutatkozott, de ezek az esetek aláhúzzák azt, hogy bizony beszélnek, félelmetes ereje van. Itt most, nem is feltétlenül ilyen súlyú beszédekről van szó, de általában azért azt kimondja az ige, nem zabolázza meg valaki a nyelvét. Tehát mondja, ami eszébe jut.
ez egyrészt megcsalja maga szívét. Hogyan csalja meg valaki a szívét ezzel kapcsolatban? Sokan mondják, hogy hát én csak kimondtam, ami éppen eszembe jutott, hát rossz hangulatban voltam, egy kicsit úgy mérges is lettem valami miatt. Jó, hát, hogy kimondtam valamit, nem számít az. Hát dehogy nem számít. Az ige pont azt húzza, hogy minden szó számít. Minden szónak súlyos jelentősége van. Sőt, abban húzza alá mindezt ugye, ez a Jakab levelében lévő ige, hogy azt mondja, hogy ha valaki ezt így teszi, nem zavarázza meg a maga nyelvét, és utána még meg is csalja maga szívét, és azt mondja, hogy talán nem is számít ez annyira, az Isten tisztelete hiába való. Hát semmi értelme az egésznek. Ugye ez a gondolat azt húzza alá, amit Krisztus is sokszor kifejezett, hogy beszélhetünk, meg tehetünk mi dolgokat, amit a farizeusok is tettek, ugye, vallásos cselekedeteket, de ha nem úgy élünk, a szavaink és az életünk nem azt tükrözik, amit egyébként mondjuk a hitvallásunk, akkor az egésznek, a világon semmi értelme nincsen. És a folytatásban pedig arról szeretnék beszélni egy olyan ígéről, amit talán idéztünk is itt az elején. Példabeszélek első fejezet 17. verse, ami szintén aláhozza ezeket a gondolatokat, amikről eddig szó volt. Így hangzik, tehát Példabeszélek 1.17. Van olyan, aki beszél hasonlókat a törzszúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság. Nagyon köszönöm. Tehát milyen súlyú és milyen mélységű ugye ez a szembeállítás. Tehát van olyan, egy törzszúrás. Tehát tényleg, ha én visszagondolok az életemre, de ti is tudtok ilyet mondani, nem? Volt olyan szó, ami úgy hatott az ember, tényleg egy törzszúrás, nem? Például, hogyha valaki olyantól kap esetleg egy talán meg nem is kell olyan átgondolt, de rossz indulatú mondatot, akitől nem azt várja. Családban, ülekezetben is ugye előfordul. Törzszúrás tényleg. És az a döbbenetes, hogy utána én szembesítem el később az életet, én nem is emlékszem, ilyet mondtam volna, jó, hát nem gondoltam komolyan. Hát dehogy nem. Szóval ezek, hát legalábbis szóval ezeknek a súlya, ezeknek a meg nem gondolt mondatoknak is döbbenetes lehet. De milyen jó, hogy ott van mellette a másik oldal, ami ugye Krisztus életében is megmutatkozott, amit ugye mondtál itt Tivadar, hogy ő erősítette a megfáradtott beszéddel, tehát a bölcseknek nyelve orvosság, tehát a beszéddel életet adni, életet menteni is lehet. Talán volt olyan tapasztalatotok is, én is ilyen erősbe tudok számolni, amikor nehéz, lelkileg nehéz helyzetben voltam, és egy beszélgetés visszaadta az ember szint, az életkedvét, és visszaadta a reményeit, és egyáltalán megerősítette a jóban. Tehát a bölcseknek nyelve az nagyon vigasztaló, lehet orvosság is. Nézzünk ilyen példákat. Saját életünkben is bizonyára tudnánk ilyeneket, de most nézzünk bibliai példát. Nézzük meg Dávid esetét. Dáviddal kapcsolatban az egyik történetet, ez ugye Nábál és Abigail esete. Amikor Dávid találkozott, ugye föl is lapozhatjuk a történetet, 1 Sámuel első könyvének 25. fejezete, a 10. és 11. versnél lehetnénk talán föl a foglalat. Bocsánat, valóban a Bibliámat lehet, hogy lenne terme. Valaki esetleg egyet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tehát Sámuel első fejezetének a 25. versén lapozzuk fel Bibliánkat, és nézzük meg ezt az esetet, talán ezt érdemes megnézni. Ismerjük ugye, feltételezem, hogy Dávid életének élettörténetek ezt a szakaszát, hiszen ugye Dávid miután felkenték királynak, hát évtizedekig, tehát nagyon hosszú évekig nem foglalhatta el a trónt, hiszen menekülnie kellett. Saul volt még az, aki a trónon királyként tehát uralkodott, de Dávid, bár felkent király volt, egyszerűen menekülnie kellett Saul elől, hiszen az élete volt veszélyben. Egy ilyen, ezekből az évekből szeretném, hogyha ezt a történetet akkor felidéznénk, tehát egy sem már 25, 10-11. versenyre talán felvetnénk a fonalat. Itt találkozik ugye Dávid, miközben ugye menekülés éveit tölti, Nábállal, illetve itt találkozik az ő jószágaival. Nábál egy nagyon gazdag ember volt, és nagyon sok jószága, nagyon sok szolgája volt, és egy alkalommal éppen a lyuk nyírás idején találkozott Dávid Nábál embereivel, de megvédte őket, tehát ő akkor tényleg jó lelki állapotban volt, jó Istennel járt,
vigyázott, hogy ez a munkafolyamat közben Ábel embereit semmilyen bántás, semmilyen támadás ne érje. De Dávid nagyon becsületes módon viselkedett, nem mondta azt ezeknek a szolgáknak, figyeljetek, megvételek titeket, hát legalább valamennyit adjatok a jószág, hogy az embereimnek tudjak enni adni. Dávid semmiért nem mondott, hanem tényleg abszolút becsületesen járt el, elküldött követségbe Nábálhoz ifjakat, hogy tőle kérjen valamennyit az emberei számára, valamennyi ennivalót. A 9. versben ezt olvashatjuk, tehát a gyermekek Dávid szolgája és szóltak Nábálnak. Mind a beszédek szerint a Dávid nevében is várakoztak. Tehát kértek valami ennivalót, egy keveset. Nábálnak nagyon sok jószága volt. Mit mond erre Nábál? Nábál pedig felel Dávid szolgáinak és azt mondta, kicsoda Dávid és kicsoda Isainak fia, mai napság sok olyan szolga van, akik elszöknek uraitól. Ez volt Nábál válasza Dávidnak. Vegyem ezért kenyeremet és vizemet és az én levágott marhámat, amelyet nyívóimnak levágottam, hogy olyan embereknek adjam, akikről azt sem tudom honnan való. Két mondat, de ebben a két mondat vagy három mondat, ebben annyi sértés és annyi megalázó szó van, hogy tényleg, amikor az előbb beszéltünk, tényleg olyan lehetett Dávidnak, mint ez a törzs. Dávid számára ez olyan lehetett, mint a törzsszúrás. Az, aminek az emberi megmondják neki, és Dávid itt sajnos nem krisztusi módon reagál, hanem következő képpen ezt olvasok a 13. versben, kösse fel mindenki a kardját, mondja Dávid az embereinek, és felkötötte mindenki a kardját, és Dávid is felkötötte a kardját. És felvön Dávid után mintegy 400 ember, 200 pedig ott maradt a podgyásznál. Tehát 400 fegyveres. Dávid később ugye hivatkozik is arra, hogy ő abban a szándékkal indult el, hogy élő ember nem maradjon Nábálnál. Ezután látogatás után. Tehát, ha valaki nem gondolja meg, mit beszél, ha nem is feltétlenül jár mindig ennyire súlyos következményekkel, de bizony egy pár meggondolatlan mondat, pláne, hogyha valaki felelősségteljes helyzetben van, nagyon súlyos következményekkel jár. De milyen jó, hogy ugyanebben a történetben olvashatjuk a gyógyító szavaknak is az erejét. Hiszen a bölcseknek nyelve orvossága, hogy az előbb olvastuk. Milyen jó, hogy ott volt Nábál felesége Abigail, aki tényleg egy értelmes és Istenbe hívő asszony volt, és ő elindult, halott erről az esetről, sejtette, hogy ebből nagy baj lesz. Elindult, élelmet vett magához, nem keveset, és elindult Dávid elé, mert tudta, hogy ha Dávid odaér, akkor azokat az eseményeket ott már nem lehet megállítani. Oda ment elé, és egy hosszabb beszédet mond el Dávidnak, de ezek a szavak, mondhatjuk, jövőm sem olvassa őket, most nincs időm sem az egészet elolvassa, után csak idézzék majd belőle. De ezek a szavak tényleg gyógyító erővel hatnak Dávidra. Hiszen úgy kezdi ugye, hogy ahogy találkoznak talán, itt van ugye mondjuk a 21. versnél, vagy 22. versnél érdemes talán fölvennünk a fonalat. Talán kell itt a 24-nél. Ó, Uram, így mond, ez is arcra gondol Dávid előtt, és ezt mondja Abigail. Ó, Uram, én magam vagyok a bűnös, mindazáltal hadd beszélj a te szolgáló lányod te előtte, és hallgass meg a te szolgáló lányodnak szavaid. Hát most Abigail volt a bűnös? Hát de hogy ő volt a bűnös, egyáltalán nem volt a bűnös, hiszen ő pontos segíteni akar, de ez volt, tehát ezek voltak azok a szavak, ezek voltak azok a mondatok, amelyek Dávid meg tudták állítani ezen az úton. És utána hosszasan beszél még Abigail, és elmondja, hogy itt a 26. versből talán még érdemes ezt idézni. Most pedig, ó Uram, él az Úr és él a te lelked, hogy az Úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságban essél. Ne a saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. Most azért olyanok legyenek az ellenségeid, mint Nábál, és valakik az én Uramnak megrontására törekszenek. És most ezt az ajándékot, amelyet a szolgáló leányt hozott az én Uramnak, adják a vitézeknek, akik az én Uram körül forgulódnak. És tehát ezek a szavak tényleg megállítják Dávidot a gyilkos szándékba. És hogyan fogadja Dávid ezeket a gyógyító szavakat? Itt a 32. versből talán egy mondat. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene, aki téged ma előmbe küldött. Tehát Dávidra tényleg ez gyógyító erővel hatott egy beszélgetés. És megakadályozta őt a gyilkos szándékba. Tehát, ha elolvassuk az igét, persze ott vannak ugye a példabeszédekben azok a gondolatok, amik az alapját jelentik ennek a történetek is, meg minden gyógyító beszédnek.
Így olvassuk 25. fejezet, 15. vers a példabeszédek könyvéből. Tűrés által engeszeltetik meg a fejedelemt, és a szelíd beszéd megtöri a csontot. Ha valaki ilyen végletes, azért ez egy végletes helyzet volt. Talán ilyenben nem feltétlenül kerültünk még eddig, hogy gyilkosságot kell megakadályozunk, de azt hiszem, hogy az alapszabály, amit itt mond az ige, a szelíd beszéd megtöri a csontot. Ez minden helyzetben igaz. Lehet, hogy van egy dühös ember, egy indulatos ember. Mi szokott lenni általában, hogyha valaki elkezd kiabálni egy helyzetbe, mások visszakiabálnak neki. Hát de ennek ugye általában jó vége, ám igen szokott lenni. Itt olvasunk itt viszont, és mit látunk jobban történet, a szelíd beszéd megtöri a csontot. Értelmes, szelíd, megnyugtató beszéd. Egyébként Abigail mondhatom a máshogy is. Azt is mondhatom, hogy te figyelj, Dávid, hát mit képzelsz, tehát gyilkosságtól az elkövetni emiatt vagy. Tehát így is lehetett volna, de nem így mondta, békességgel, szeliden. És lecsendesítette Dávidnak ezt az indulatát. Én nem állítom, hogy ez minden esetben tökéletesen történik így, de amit lehet meg kell tenni, a szelíd beszédnek van ereje, van lehetősége, van esélye arra, hogy a gyilkos szándékot, a rossz szándékot, az indulatokat valahogy lecsendesítse. Talán még egy gondolat, hogy előfordult az olyan helyzet, még talán erről hat szóljak, hogy itt azért Abigailnak volt valamennyi ideje legalább, hiszen össze kellett szedni, ugye, mikor ezt az élelmet össze kellett szedni, mielőtt elindult volna Dávidhoz, és azért út vezetett oda, amíg Dávidhoz odajött, volt ideje átgondolni, hogy mit mondjam. De azért van olyan helyzet, hogy nincs idő arra, hogy az ember átgondolja, hogy miről beszél, mit válaszoljon egy hirtelen kérdésre. Vannak azért ilyen helyzetek. De én hiszem azt, és az ige is alátámasztja, hogy ilyen esetben is van lehetőség arra, hogy legalább egy rövid fohásszal az ember az Úrhoz forduljon, és helyes választ, áldott választ tudjon adni. Talán nézzük meg még ezt röviden, egy ilyen helyzetre próbáljuk meg ránézni legalább röviden. Jól ismert helyzet ez is, jól ismert beszélgetés, Nehémiás második fejezete. Nyissuk ki a Bibliánkat itt Nehémiás könyvének a második fejezeténél. Hiszen Nehémiás könyvének második fejezetében olvashatunk arról, hogy arra a helyzetről, hogy mi volt akkor, amikor Nehémiás, aki ugye Babilonba hurcolt izraelita volt, hiszen ez ugye az a helyzet már, amikor az akkori babiloniai uralkodó ugye megszállta Izraelet, és elhurcolták Nehémiás több társával együtt. Nehémiás története egyébként nagyon inspiráló, egy igazi vezető, egy igazi felelős Istennel járó ember történetet olvashatjuk Nehémiás könyvébe. Azonban most én arra beszélgetésre szeretnék utalni, ami itt a könyv elején olvasható. Ez pedig Nehémiás könyvének második fejezetébe, hogy olyan bibliátok van, ami neki, akkor ez a 499. oldalon található. Itt Artaszerszész udvarának, Artaszerszész király udvarának pohárnokaként találkozhatunk Nehémiással, és itt az előzményekről talán annyit, hogy a könyv első fejezetében Nehémiás imáját olvashatjuk. Nehémiás ott van tényleg nagyon felelős pozícióban a király udvarában, de az ő gondolatai nem is királynál járnak, mert az ő ebbe az udvarba járnak, hiszen alapvetően az ő élete itt rendeződött, tényleg egy nagyon magas pozícióban volt, és a királynak egy kedvelt embere volt, de mégis Jeruzsálemre gondol, hiszen jól tudja azt Nehémiás, hogy ebben az időben Jeruzsálem lerombolt állapotban van. Amennyien visszamentek már ugye az Esdrással visszatérőkkel, de alapvetően a falak lerombolt állapotban vannak, a templomot elkezdték újjáépíteni, de jól tudja Nehémiás, hiszen jöttek hozzá Jeruzsálemből látogatók, jól tudja azt, hogy Jeruzsálem tényleg nehéz helyzetben lévő város, semmiképpen nem a Jóisten dicsőségére szolgálnak az ottani állapotok. Ezért nagyon komolyan imádkozik, és bizonyára ez a feszültség és ez a helyzet az ő arcára rá volt írva, hiszen itt olvassuk a második fejezet első versében, hogy Niszán nevű hónapban Artaszerszész királynak 20. esztendejében bor volt ő előtte, és én fölvettem a bort, adtam a királynak, azelőtt pedig nem voltam szomorú előtte. És mondta nekem a király,
Miért szomorod a te orcát, holott te beteg nem vagy? Nem egyéb ez, hanem a te szívednek szomorúsága. És felette igen, megfélemlém. Írja az ige. Tehát megijedtettől a helyzettől Nehémiás, de miért ijedt meg ettől? Miért ijedt meg Nehémiás ettől a helyzettől? Tehát mi volt az, hogy azért nem volt megnyugtató ez a helyzet az ő számára. Észrevette a király, hogy ő szomorú. Hát nem tudta letagadni, és látszott az arcán. Mi volt ezzel a baj? Nem volt szabad. Hát nem volt szabad. Miért nem volt szabad? Akkor így biztosan akkor az ellenséget gondolatokon jár a rajta, és akkor biztos, hogy ellenség, tehát ki kell végezni. Hát ez az. Ez nem volt illetbiztosítás, hogy így mondjam, hogy király előtt szomorulok lenni. Hát itt van a föld legnagyobb királya, Artaszerszész ugye, valami hasonlóképpen gondolkodhatott magáról, és ő előtte valaki szomorú. Hát hogy egyáltalán micsoda sértés ez, hogy itt a világ legnagyobb királynak udvarában valaki szomorkodik. Másrészt pedig tényleg, hát mi jár az ő esze? Tehát egy királynak tényleg nagyon résen is kellett lennie, hiszen akkor ugye nem demokratikus úton történt az uralkodók választása, hanem sokszor sajnos erőszakos úton váltották egymást az uralkodók. Tehát a királynak is nagyon figyelnie kellett neki, nagyon neki kellett tudni olvasni az arcokból. És látta jól, hogy hűséges ember Nehémiás szomorú. Így válaszol Nehémiás ebbe a helyzetbe. Örökké éljen a király. Miért nem volna szomorú az én arcám, hiszen a város az én atyáim sírjainak helye, pusztán heber, és kapui megemésztettek tűzbe. És mondta nekem a király, mi az, amit kívánsz? Nehémiás bátran válaszolt, és őszintén elmondta, hogy mi a probléma. Ezután azonban a király feltesz egy nagyon komoly kérdést. Ő szerette Nehémiást, és tényleg értékelte nagyon az ő szolgálatát, és úgy tűnik, hogy talán segítő szándék vezeti. Azt kérdezi a király, mi az, amit kívánsz. És ugye ez egy olyan helyzet, hogy itt azért nem lehet elmenni most egy órára tényleg átgondolni ezt a helyzetet. Nem lehet azt tenni, hogy az ember leborult, a térdre borul valami csendes helyen is imádkozik. Tehát vannak helyzetek, amikor kell válaszolni. Tehát egy király nem ilyen helyzetben azonnali válasz várt. Mit olvasunk? Könyörögtem a mennyistenéhez. Mennyi időt elhetett el, míg végül Nehémiás akkor választ kellett, hogy adjon. Hát nem tudjuk, másodpercek, tehát vagy egy persze, nem tudom. Ugye ezt nehéz megállapítani, de ez az a helyzet, amikor viszont válaszolni kell rögtön. Vagy hát nagyon hamar. Egy fohászra, egy imára volt idő, mit tudott Nehémiás válaszolni ezután? És mondtam a királynak, ha tetszik a királynak, és a kedves előtt előtte szolgál, azt kérem, hogy bocsássa engem Júdába, atyáim sírjainak városába, hogy megépítsem azt. Nehémiás ismét bátor választott. Tehát bizonyára olvastuk, hogy fohászkodott előtte. Jóisten ezt a választ adta neki, hogy ennek a kérésnek most van ideje, van lehetőség, és a király szívét indítja majd arra, hogy segítsen. És tudjuk, ismerik a további történetet jól, Nehémiás kér segítséget a királytól, építőanyagot, katonákat, levelet, hogy tényleg ő teljesen jogszerűen jár el, és király megadja neki mindezt, és áldott lesz Nehémiás látogatása Jeruzsálemben. Megépítik a kőfalat, és azt gondolom, hogy tényleg egy igazi vezetőnek, egy igazi Istentől vezetett embernek a történetet olvashatjuk a további lapokon, de én most arra szeretnék tényleg csak utalni, hogy mennyire szép és mennyire fontos dolog, hogy ilyen helyzetben is meg tud segíteni bárkit a Jóisten. Tehát, hogyha valaki olyan helyzetben, hogy azonnali válasz kell, mert van ilyen, az Úrhoz könyörög, akkor a Jóisten megadja, hogy ilyen választ tud ilyen helyzetbe adni. Egy dologra szeretném még fölhívni a figyelmet a továbbiakban, ez pedig az lenne, hogy mennyire lényeges még az, hogy a beszélünk tartalma az milyen, hiszen ugye eddig most arról szóltuk, hogy indulatból ne válaszoljunk, mint ahogy Nábál tette. Beszéltünk arról is, hogy milyen jó az, hogyha tényleg valaki bölcs orvosságként tud beszélni egy másik emberrel. Szóltunk arról is, hogy az Úr meg tud minket segíteni akkor is, hogyha gyors válaszra van szükség. Na most egy másik kérdésre szeretném még, hogyha beszélnénk, ez pedig Krisztus szavait szeretném idézni ehhez. Máté 5. fejezet 37. verse. Ez pedig így hangzik. Hanem legyen a ti beszédetek, igen, igen, nem, nem, ami pedig ezeken felül van, a gonosztól való. A másik csapda helyzet ugye ez a mi életünkben, és ez a legsúlyosabb. Tehát Máté 5. fejezet 37. verse. Mi van akkor, hogyha éppen nem indulatokról van szó? Mi van akkor, hogyha nem hirtelen kell válaszolni, de
de valamilyen helyzetről kell szó essen. Beszélünk-e például valakiről, aki például éppen nem szimpatikus nekem valamiért? Krisztus itt arról szól, hogy mennyire lényeges, hogy ilyenkor egyrészt ne se hozzá ne tegyünk, se el ne vegyünk, hanem lehetőleg az ilyen helyzetekben is igaz módon szóljuk. Igen, igen, nem, nem. Ami pedig ezeken felül van gonosztól való. Hallottunk már kérdéseket, amiket föltesznek sokszor politikusoknak egy-egy kényes kérdés, és akkor hát nem becsületes válasz hangzik el bizonyos esetekben, hanem elébeszélés. Nem arra válaszol, amit kérdeznek tőle. És egyáltalán semmiképpen nem áll meg azon a mérlegen, amit itt hallunk, amit itt olvasunk. Talán egy elemvált idézetet engedjetek meg most nekem, ami a gyermeknevelés című körből származik, a tanítási módszerek fejezetéből. Ehhez kommentárként, amit az előbb olvastunk, ezt fűzi hozzá. Isten igéje elítéli a szitkozódást, a káromkodást, a kiszólásszerű beszédfordulatokat. Talán ezek a közhelyeknek lehetne ezt mondani. Elítéli a hízelgést, az igazság megkerülését, a túlzást, a megtévesztést, amelyek ma mindennaposak a közéletben és a gazdasági életben, írta ezt a szerző több mint 100 éve. Mindennaposak a közéletben az ilyenek. Hát akkor is azok voltak, hát most akkor mit mondjunk ma? A minden órás. Minden percesség, igaz? Nagyon köszönöm, sajnos erről van szó valóban. Tehát ennek ma a tökéletességre vitt formáit láthatjuk. Ahogy itt az igazság megkerülése. Beszélnek valamiről, ugye a közéletben, nem arról, amiről szó van, hanem megkerülik, átértékelik. Úgy szokták mondani, hogy csoportosítják a tényeket. Lehet úgy tényekről beszélni, hogy teljesen más jön ki belőle, mint ami a valódi helyzet, ami az igazság. De ami a politika ezt teszi. Sajnos, bár jobb lenne, ha nem így tenni, de nekünk igazából a mi dolgunk fő, nem is a politikának a megreformálása, azt nem tudjuk megtenni, hiszen az is ugye a szívből kell, hogy jöjjön, abból onnan kéne jönnie a közbeszéd megújulásának is, de a saját beszédünket azt meg tudjuk újítani, arra ugye van hatáskörünk, hiszen erről beszéltünk idáig. Mennyire lényeges, hogy ezeket tényleg elkerüljük, az igazság megkerülése. Hát, tényleg úgy tűnik, hogy én azt elkövettem, de nem úgy követtem el, mint ahogy a másik, meg egyébként is ez és ez a mentségem. Lehet ezt így igaz. Ezért szépek a bibliai példák, amikor arról olvasunk például Dávid bűnbánatáról. Mit mondott Dávid, amikor fölkereste őt a próféta és szembesítette a bűnével? Mit mondott? Amikor ugye elkövette a gyilkosságot és Becsabét magához vette. Fölkereste őt a próféta, megvárta a próféta azt az évet, amíg Dávidnak volt ideje átgondolni a helyzetet. Fölkereste őt a próféta, szembesítette, elmondta a példatörténetet. Talán most ezt nem is kell feltétlenül felhoznunk, hiszen talán ez egy jó ismert történet, és Dávid válaszol, ami nagyon szép. Mit mond Dávid, amikor szembesíti a próféta, hogy ő az az ember, aki elkövette a gyilkosságot? Mit mond Dávid, emlékszünk esetleg? Vétkeztem az Úr ellen, nagyon köszönöm. Nem kezdi el magyarázni, hogy na de hát érts meg, hát azért férfiak vagyunk meg, egyáltalán éjszaka is volt meg ott. Nem kezdi ezt el, igaz? Hát mert ez lenne az igazság megkerülése. Elmondja magát a tényt. Vétkeztem az Úr ellen. Milyen szép ezt látni, hogy azért az Úrra, az Istennel járó emberek sose kerülik meg az igazságot, még akkor sem, hogyha kényelmetlen, hogyha kellemetlen. De ugye mennyire fontos az, hogy ugyanúgy kerüljük a túlzást, a megtévesztést. Tehát az se jó, hogyha hallunk valamit tényleg, vagy látunk valamit egy kedves gyülekezeti másik tagnál, egy testvérünknél, akivel éppen nem teljesen jó a viszonyunk. És akkor felnagyítjuk az esetet. Ugye ilyen is lehet. Milyen jó az, hogy ezeket elkerüljük, és hogy Jóisten szabadítson minket ezektől. Mert ezek alattomos dolgok, igaz? Hiszen elképzel azért, hogyha valaki haragra gerjedteni, szitkozódik, káromkodik, az egy látványos dolog, igaz? Azt, hogy mindenki észreveszi. Csúnya jelenet. Jobban látszik. De mi van az alattomosabb dolgokkal? Ebben, hogy egy kicsit hozzáteszek. Azért csinálta ezt az én kedves családtagom, vagy az én testvérem, vagy ismerősöm, mert biztos,
már kezdettől fogva rosszat akar, elkezdünk sokszor az indítékokat is megállapítani, mert mi már csak tudjuk. Ez az az a túlzás, az az a megtévesztés, amitől egy Úristen óvjon minket. Hiszen erre azt mondja, hogy az ige egyértelműen kijelenti, hogy ez a gonosztól van. Tehát tényleg az Úr adja meg azt, hogy ilyen helyzetben tényleg objektívek tudjunk maradni. És úgy szóljunk és úgy beszéljünk, hogy a helyzet megoldásához vezessen mindez. Most nem arról beszélek, félreértsetek, most nem arról beszélek, hogy nem szól a problémákról, meg problémás helyzetekről beszélni. Kell beszélni problémás helyzetekről, kell beszélni problémákról. De úgy, ahogy az ige kéri, igen, igen, nem, nem. A tényekre és az objektív körülményekre hagyatkozva és szorítkozva. Nem véletlenül ugye az, hogy a mózesi törvényben hogy is van, hogyha valami bűneset történt, és ez kiderült, akkor mikor kivizsgálták az esetet, hány tanú kellett? Kettő vagy három, igaz? Hát kettő vagy három, ugye erősítessék meg kettő vagy három tanúvallomással, mert tényleg mi annyira sokszor gyanú módon látjuk az esetet, és annyira nem objektíven. Jóisten adja meg tényleg, hogy ezeket a hibákat, amik az előbbiekben itt szó esett, a túlzás megtévesztés és egyáltalán az igazság megkerülése. Ezeket elkerüljük. Jó Isten adja ehhez nekünk tényleg bölcsességet és önmunka való szembenézést. És szeretném itt a vége felé beszéljünk azért legalább röviden, amennyi időnk még van. Beszéljünk egy kicsit Jézus szavaival, mert azt hiszem, hogy ha igazi mintát keresünk, akkor Krisztus szavai azok, amik nekünk valódi mintát tudnak arra, hogy hogyan kell beszélnünk, hogyan kell szólnunk. Talán először nézzünk meg egy nehezebb esetet. A kérdésem az, hogy van olyan, hogy Krisztus keményen beszél? Hiszen az előbb olvastuk, hogy erősített, vagy megbeszéltünk el, vagy a Krisztusról, ezt írja az ige, hogy erősítette a megfáradtat beszéddel. Szeretettel szeliden szólt legtöbbször. És nézzünk majd ilyen példát is, de először nézzünk meg egy nehezebb esetet. Volt tényleg, hogy keményen kellett Krisztusnak szólni? Volt ilyen helyzet, igaz? Igen. Volt bizony. Hogy is, mikor is, kiknek és miért? Fariseusok. A farizeusoknak. Igen. Tehát ez nagyon lényeges, hogy Krisztus ezt megtette valóban, de akkor, amikor ez tényleg elkerülhetetlen volt. Igaz? És valóban, talán, hogyha föl sem, ha nem is lapozzuk fel, de jól ismert az ige most az időkímélése véget, hiszen ismert ez a helyzet. A farizeusokról hogy beszél Krisztus? Miknek mondta őket? Mérges kígyók fajzatai. Így van. Tehát azért ezek elég messzelt sír, ugye? Tehát, hogy minden olyan sírok kívül szépen fehére kiveszel, de belül meg akar mindenféle undoksággal. Ugye jól ismerik ezeket a szavakat, de azt azért leszögezhetjük, hogy nem úgy képzeljük el Krisztust, hogy egy magából kivetkezett ember csapkod, meg aggodalkozik, meg itt szavakkal itt dühöng. Ugye nem így képzeljük el Krisztust ebben a helyzetben. Ő ebben a helyzetben is inkább a szomorúság, az elkeseredettség, és hát olyan értelemben legalábbis szomorúság szólt belőle, hogy ő szomorú volt emiatt a helyzet miatt. Tehát nem egy önmagmát vesztett embert látunk magunk előtt. Mondhatjuk azt, hogy ilyenkor Krisztusnak nem volt más választása ebbe a helyzetbe, mint hogy ezek fölött az emberek fölött ítéletet hirdetett. Ez az volt. Tehát ez ennyire komoly szituáció volt, és ennyire komoly helyzet. És ilyet Krisztus azonban szögezzük, hogy ritkán tett. Talán az az eset volt, amikor ugye ott találkozott a farizeusokkal, és amikor elhagyta a templomot. Tehát ugye Krisztus a templomban utoljára jelent meg, és mielőtt elhagyta volna, kénytelen volt ezeket a szavakat elmondani. Tett ő addig valamit a farizeusokért? Hányszor, hány esetben próbálta őket változtatni? Hányszor, hány esetben vette őket először szelédetben, aztán egyre határozottabban? De mindig az ő érdekükben próbálta ezt megtenni. Mi az, amit mi tanulhatunk ebből? Az első dolog az, amit szeretnék leszögezni ismét, ugye Jakab leveléhez fordulunk, amiről már az előbb is megállapítottuk, hogy mennyi helyen szól a beszédről. Jakab 1.19-ben ezt olvassuk. Azért, tehát Jakab első fejezete, 19. vers, azért szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Hogy van az ige? Mert ember haragja Isten igazságát, nem munkálja.
majd én kiharcolom az Isten igaz. Most mérges vagyok, Isten érdekében majd ennek a világos semmi értelme nincsen. Ez Isten igazságát nem munkája, ember haragja. Ezt mindig egyezzük meg jól. Sokan hivatkoznak egyébként erre a többen, hogy Krisztus itt szent haragot gyakorolt. Hát én is gyakorolom a szent haragot. De ugye nem kér minket Krisztus sehol arra, hogy szent haragot gyakoroljuk, legalábbis én ilyen hívéről. Nem is lenne szent haragot. Hát a másik kérdés az, hogyha én azt is gondolom, hogy az én haragom az aztán szent harag, vagy jogos harag, hát nem biztos, egyáltalán nem biztos, hogy ez így van. Köszönöm. Tehát van olyan, hogy problémákat fel kell vetni, van olyan, hogy fedteni kell az igaz, beszél erről más helyeken, ugye. Nincs vegy, buzd is teljes végetűréssel, ahogy ír a Pál Timóteusnak, de azt, hogy ilyen valamiféle emberi haraggal itt fellépjek, ettől óv minket az ige. Ennek Isten művéhez a világon semmi köze. De hogyha mégis valaki ilyen helyzetbe kerül, hogy az indulat elragadja, és valami arra ragadtatja magát, amit utólag megbán, vagy amiről kiderül, hogy nem jó, a legfontosabb az minden beszéddel kapcsolatos réteknél, hogy nézzünk szembe magunkkal. Ami egyébként nyilvánvalóan minden egyéb vétekre is igaz, hogy minden egyéb bűre, amit én elkövetem. Nézzek szembe önmagammal, és forduljak szembe azzal, amit tettem. A fő baj sosem az, ha az is baj, ha valamit elkövetek, valami bűnt vagy hibát, de a fő baj nem az. A fő baj az, hogyha nem fordulok szembe vele, és megmaradok benne, és igazolom magamat. Hát azért igazam volt, nem? Nem volt igazam. Ha emberi módon, haraggal, önuralmat vesztve, szavakkal csapkodok, magdalkozok, nincs igazam. Még akkor is, hogyha egyébként lehet, hogy a probléma, amire hivatkozom, az az létező gond, és tényleg kell vele valamit kezdeni. Emberi indulattal viszont az ige tölt minket, hogy ezt ne csináljuk. És nagyon köszönöm, amit az előbb hallottunk itt, hogy a Tivadar idézte. Olvassuk se el a Ézsaiás 50. fejezet 4. versét, ami viszont Krisztus egész szolgálatát jellemezte. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtabb beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti a fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Milyen érdekes, nem? Amikor arról itt az ige beszél, hogy erősíteni tudjon megfáradtabb beszéddel. De mire serkenti fel a fülemet? Először hallgassak. Kire kell hallgatni először? Hát először az Úrra, ugye itt arról, nyilvánvalóan arról beszél, hogy minden reggel felserkedte fület a jó Istentől, ahogy most ugye Nehémiásnál is láttuk, mielőtt a királyon lezajlott ez a sorsdöntő beszélgetés, előtte Nehémiás imáját olvashatjuk. Tehát ő lélekben nem tudta, hogy ez a helyzetbe következik, hogy ott királyt kérdőre vonja, de lélekben készült arra, hogy valamit mindenképpen szeretett volna tenni a Jeruzsálemért, az ő népéért. Felkészült erre lélekben, és Krisztus is minden reggel lélekben fölkészült el az adott napra. És ezt én is tapasztaltam már, hogy volt olyan, hogy tényleg komolyan tudtam egy napra felkészülni imában, mert tudtam, hogy ez egy nehéz nap lesz, és a Jóisten megsegített, olyan helyzetekbe kerültem, amit persze nem is láttam munkahelyemen. Nehéz helyzetek, amik ott hirtelen kellett cselekedni, megoldani problémákat, nehéz helyzeteket, és a Jóisten megerősített. És tudom azt, hogy ez nem magam, sokszor az ember ugye tudja, hogy nem is magamtól. Nem magamtól tudtam azt tenni, vagy azt mondani, amit végül is akkor sikerült. De volt olyan is, hogy elhanyagoltam ezt. Nem imádkoztam, és akkor még a könnyű helyzetek is nehézé váltak. Amik egyébként könnyebbek szoktak lenni. Nagyon fontos tehát, és a hallásra való felserkentés, az nagyon lényeges. Abból a szempontból is, hogy egy helyzetet meg akarunk oldani. Először hallgassuk meg, hogy egyáltalán miről van szó. Sokszor, bár ez valamennyire túl is mutat ezen az igén, sokszor az is egyébként segítség, hogy ha nem mondunk semmit, csak meghallgatunk valakit, aki nehéz helyzetben van. Meghallgatni figyelemmel. Olyan nagy hiány van manapság egyébként ebből is. Meghallgatni a másikat. Mi az ő probléma? Rászánni az időt, és megpróbálni megérteni, mi az ő problémája. Lehet, hogy nem tudunk el neki valami olyat mondani, ami egyből megoldja minden gondját. Hát itt az, hogy olyat tudunk mondani egyébként. Az Úr megadhatja, de nem biztos, hogy az akkor sikerül. De ha meghallgatjuk, a szeretettel rászánjuk az időt, hogy elmondja, hogy mi az ő problémája, akkor ennek is másokszor gyógyító ereje lehet. Most én arra gondoltam, hogy talán egy gondolatot még ez
ügyben, itt a végső tanulságok tekintetében szeretnék elmondani. Ez pedig a következő lenne. Mert gondoltam bevallom arról, hogy még Krisztus és a paráznasszony beszélgetését idézzük, de az most itt időhiányában nem feltétlenül fogjuk megtenni, de javaslom azt elolvasni, ez egy nagyon jó és nagyon fontos beszélgetés, hogy Krisztus a paráznasszonnyal miután megtörtént az elítélete, miután oda hozták elé, ugye már nem megkövezik, és akkor Krisztus mit mond neki? Talán csak akkor, ha nem is lapozzuk fel, de legalább idézzük fel, azt mondja Krisztus ennek az asszonynak, hogy mivel bocsátja el? Menjen, és többé ne védkezzél. Én nem kárhoztatok, te vagy, hogy nem kárhoztatok téged. Igen, nagyon köszönöm, és akkor talán ennyit megér mindenképpen ez a két mondatot, hogy mennyire szép Krisztustól, hogy nem azt csinálja, hogy te asszonyát, te nem is tehetsz semmiről, igazságtalan vállalta. Tehát nem ezt mondja Krisztus, mert ez nem igaz. Hát az asszony tényleg elkövette, amit elkövetett. De látja benne a megváltást. Látja, hogy egy újjászületett élet indulhat most el. Nem vádollak téged, eredjél, és többé ne védkezzél, hozzáteszi azért az óvást. Ezek az igazán gyógyító erejű szavak, nem? Amik nem tagadják le az igazságot, és nem mondják azt, hogy itt nem is történt semmi, mert ez nem igaz. De gyógyító erejűek mégis reményt adnak, és óvnak egyben attól, hogy nehogy visszaessen valaki, nem, hogy új élet kezdődjön el. Bár mi is tudjuk így lenni, hogyha valaki hibát követett, ebben a szeretettel tudjuk szólni a másikhoz, aki esetleg elkövetett valami hibát, bűnt. Talán akkor most következhetnek azok a végső gondolatok, amikről még szerettem volna szólni. Érzitek ti is talán, hogy ez a téma akkora, és ezt én is jól látom, hogy ezt kimeríteni nem lehet. Csak elindulhatnak gondolatok, és a felelősségünk és a figyelmünk ráirányulhat a beszédnek az erejére és a szavaknak a hatalmára. Ez a célom most alapvetően, és végsőképpen pedig még két fő gondolatot szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy amit Jakab levelébe olvashatunk, még a harmadik fejezetből, ugye sokat többször idézzük már, de ez mindenképpen még fontos. Jakab levelének harmadik fejezete, második vers. Mindjárt sokképpen vétkezünk, szól az ige. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Tehát ez is egy nagyon súlyos és fontos gondolat, hogy a beszédnek, a beszédünk, saját beszédünk megfigyelésének ez az egyik fő fontossága és haszna, hogy ha beszédben nem vétkezünk, hogyha tényleg Jóisten megadja ezt nekünk, és a jellemünk már ide fejlődik, akkor tökéletes emberek vagyunk. Tehát a beszéd az egyik legfontosabb jelző eszköz arra, hogy amire elkállapodtunk éppen milyen, miket mondunk. Mert ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. És olyannyira, amit ír az ige, hogy képes az egész testét is megzavarázni. De én szeretnék egy dolgot mindenképpen leszögezni itt a végén. Ez pedig a következő. Én most szeretném, hogyha tisztán látszol, hogy én sem magam beszélek, hogy tanuljunk meg szépen beszélni, igazat mondani tanuljunk meg, és akkor a beszéd kérdése ki van pipálva, és akkor rendben is van az életünk, mert itt egy sokkal súlyosabb kérdésről van szó, ezt szeretném talán röviden az ige alapján még tisztázni. Lukács 6. fejezetének 45. verse, de másról is megvan a gondolat egyébként, és ez a legfontosabb alapvetés van. Lukács 6.45 tehát. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jó. A gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonosz. Mert a szívnek teljességéből szól a száj. Ez talán a legfontosabb, hogy a beszéd az igazából, tehát az előbb is mondtam már, az csak megmutatja, mi van a szívünkben. Baj van a beszédemmel? Nem arra kell elsősorban törekedni. Természetesen törekszem arra, hogy jót mondjak, de azért mondtam én olyat, amit nem kellett volna, mert a szívemben van valami baj. Ez az igazi végső ok. És ez az, ami jelzi azt, hogy tényleg az Úrhoz kell fordulnunk, hiszen hogyan javíthatjuk meg a szívünket, sehogy nem javíthatjuk meg a saját szívünket. Hanem hogyha érzem, hogy olyanokat mondok, amik nem jók, akkor tényleg fordulunk az Úrhoz, mert a Jóisten kegyelme az, és az ő ereje az, ami megváltoztathatja a szívünket, és akkor beszélünk is meg fog gyógyulni. Akkor tényleg a bölcseknek nyelve az ige lesz igazánk, hogy a mi nyelvünk, amiket mi mondunk, az orvossága másiknak.
Mert most ugyanez az ige megvan egyébként a Máté 12. fejezetében, talán indít idézni, de ezek is ugye olyan igék, amiket most mondok, amik jól ismertek. Máté 12. fejezete, 36. 37. vers. Elmondja ott ugyanezt, amit az előbb hallottunk ugye Lukácsnál, és így folytatja Máté 12. fejezet, 36. és 37. vers. Mondom nektek, minden hivalkodó beszédére, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak. Erre jól beszél, ez megítéli, hogy mi van a mi szívünkben. És ezért én ez az utolsó tényleg tanácsom az igéből, hogy ha tényleg baj van, akkor forduljunk az Úrhoz, nézzünk szembe magunkkal. Mindig, ugye ez az alapvető és legfontosabb dolog, hogyha látok, teszek valamit, ami nem jó, akkor nézek szembe magammal, és aztán, ha megvan a diagnózis, hogy hol van baj az én szívemben, akkor kérem az Urat, és az Úr megfogja. Meg akkor jó, hogy az isteni és az emberi erő egyesül, akkor a gyógyulás a vége. De a beszéd talán azért fontos, mert a leginkább jelzi azt, hogy mi van az én szívemben. Úgyhogy én búcsúzó ezt kívánom mindannyiunknak, hogy szóljunk igazat, legyen tiszta a szívünk, legyen tiszta a beszédünk. De ha észreveszünk a bajt, akkor forduljunk az Úrhoz, és önálló megoldás erre is legyen így mindannyiunk életében. Amen.